Sziasztok! Két variáció közül lehet választani. Az egyik mondja, a megfelelő szakembert felkeresitek, kértek tőle árajánlatot, összeszedtek egy szakmai pénzt, és ha szerencsétek van, akkor normálisan meg lesz csinálva a kitűzött feladat, vagy ha éreztek magatokban annyi ambíciót és erőt és kitartást, esetleg egy parányi bűszaki vénával rendelkeztek, akkor neki állhattok ti saját magatok. Viszont nem árt néhány alapszabályt, illetve technikai utasítást betartani. Most kifejezetten a hozzám hasonló érdeklődő, ügyeskező, lelkes amatőrökhöz szólnék, hogy a szakemberek, illetve a trónok azok most mit kell kávézni, hogy készítsék a popcornt. Alapvető, hogy ne akarjuk okosabbak lenni, mint az adott alapanyagnak a gyártója. Ott azért ezt kitalálták, hogy melyik anyagot, milyen körülmények között és hogyan lehet használni. Ha valamire rá van írva, hogy miből mennyi kell, meg gondolok itt például a cseppragasztóra, vagy az ilyesmire, hogyha oda van írva, hogy adott mennyiségű porhoz vagy ragasztóhoz mennyi víz kell, akkor azt úgy kell csinálni, ne akarjuk nyugpontot nézni, mint a gyártó például. Én, mint lelkes amatőr, csak tanácsolni tudom, illetve javasolni, hogy az egyik talán legfontosabb, hogy a munkaterület mindig legyen tiszta. Sokkal könnyebb, sokkal gyorsabb egy tiszta munkaterületen dolgozni. Ha lecsöppen a festék, a cseppragasztó vagy bármi, azt szedjük fel, mert később az nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz feltakarítani, és sokkal többet kell takarítani majd a végén. Plusz jobban érezzük magunkat egy tisztább környezetben. Most a másik kezdőknek jó tanács, hogy mielőtt például elkezdünk egy munkafolyamatot, győződjünk meg róla, hogy van rá elég időnk. Az idő tényező nagyon-nagyon fontos minden. Például tegnap elkezdtem a nyárólapot lerakni a konyhába, kicsit alába csöptem, és hát nem tudtam befejezni, ugyanis ugye hát a három műszak mellett az ember ilyesminek nekiáll, akkor azért azt nem várt jó időzíteni. Ráadásul úgy, hogy éjszakás vagyok ezen a héten, legalábbis ott csinálom a szopadlót. Ebből kifolyólag az van, hogy keveset alszom, korán kelek, és munka előtt, ha szerencsére van, tudok aludni egy órát, esetleg kettőt, de az sem biztos. Na mindegy, szóval tegnap este még 8 óra, majdnem 8 órakor még itt voltam és ezt csináltam, de nem lett elég az idő, mert még el kellett menni anyagért, meg mit tudom én, hagyjuk is. Na most az első ilyen utasítás például, hogyha elkezdesz, mármint a gyártói utasítás, javaslat, ha elkezdesz egy munkafolyamatot, akkor azt fejezd be. Mégsem sikerülne befejezni, valamilyen oknál fogva, persze ilyen is lehet, akkor ügyelj arra, hogy úgy hagyd itt a munkaterületet, hogy legközelebb vagy másnap, amikor jössz, akkor egy viszonylag rendezett és tiszta munkaterület várja, hogy tovább tudod folytatni a munkát. Értem itt ez alatt azt, hogy például, hogyha járólapot rakod le, hogy ha esetleg felkettél ragasztót, de már remélem lefülött az anyagot, vagy a kedved, vagy valami miatt meg kell szakítania. Hogyha valami miatt meg kell szakítani a folyamatot, akkor arra azért ügyelj, hogy a járólap széléről, meg mellette a lekent ragasztót szedd fel, addig, amíg friss. Már csak azért is fontos ez, mert hogyha már megszárad, és főleg, hogyha ilyen gyorsan kötő ragasztót használsz, mutatom. Jaj. Ez egy ilyen gyorsan száradó csempére-csempé ragasztó, ami tényleg gyorsan szárad, de ez úgy megköt. Na most itt volt egy kisebb terület, ahol nem szedtem fel, és maradt, és most éppen azt kapargatom, hogy tudjam folytatni a munkát. Aztán vannak még olyan technológiai előírások, például, vagy javaslatok, jó tanácsok,
oda járult, ami bentről kifele haladunk, ez nyilván evidens. Na igen, ám csak mi van olyankor, hogyha mondjuk ilyen hosszú járólapot szeretnél lerakni? Mint például, na ez itt. Ez azért mondjuk oda egy elég hosszú szerintem. 90-es. 90 centi hosszú. Na most... Tehát ezt hosszába vágni elég macerás, nehézkes, és hát a méréseim alapján pont az ajtóba esett volna egy kicsit több mint 2 centis rés. Na most nem szerettem volna elvágni hosszába a csempét, pláne a bejáratnál, így hát egy kicsit módosítottam a tervem, mégpedig az, hogy itt az ajtóba leraktam 3 sort, elindultam szépen befelé, ott megcsináltam a szélességébe, kiraktam, és akkor utána indultam meg belülről kifelé. És akkor így pont úgy fog kijönni, hogy az ajtóba nem lesz akkora nagy a hézak. Na most ezzel csak egyetlen pici probléma van, mert kurva fáradt voltam már, amikor elkezdtem számolgatni, meg amikor ezt megnéztem. És például nem kalkuláltam bele, hogy hátok lesz egy küszöb. Illetve, hogy bárhogyan is a fal mellett, ha esetleg nagyobb lenne a rés vagy a fuga, tök mindegy, mert bútor lesz ott. Úgyhogy megszivattam magam. Ezért is egy kicsit lassabban haladtam, mert ugye nem tudtam pont úgy rakni a járólapot, ahogy kellett volna. Hát most így hirtelen ennyi jutott eszembe, aztán most várom a fűtés szerelőt, meg itt közben folytatom a takarítást, hogy tudjam aztán később csinálni a járólapot. Jó, és még egy nagyon fontos, hogy... baszki! Például járólapot rakjátok, akkor a fugára nagyon figyeljetek, hogy amíg még friss a ragasztó, akkor vannak ilyen fuga, kipucoló ilyen kis nagyon vékony kis izék, ilyen mint a spakli, csak ilyen ceruzavékony, vagy esetleg spaklival, vagy amivel dolgoztok, az húzzátok ki szépen a fugából a maradék ragasztót, mert ez később, tehát nem a fugázás előtt kell majd akkor ezzel szórakozni. Mivel én nagyon fáradt voltam tegnap, és baromi gyorsan akartam végezni, és már nagyon tele volt a tököm az egészen, ezért hagytam a francba, úgyhogy most a fugázás előtt kell majd szépen kikapírálnom a maradék. De ti ennél okosabbak legyetek. És ne felejtsétek el, 2-szer mérünk, 1-szer vágunk.